Meglehetősen nagy felfordulás van. Ez költözés előtti, vagy költözés utáni felfordulás? Én költözöm, és más kiköltözött. Persze, az volt a nagy szerencsém, hogy kapcsolatban voltam a híres magyar művész özvegyével, a Kontuli Bélánéval, aki maga is egy egész kiváló művész, a Fuchs Hajnalka. Vele kapcsolatban voltam művészeti vonalon, és akkor kiderült, hogy esetleg ezt a házat meg tudom kapni, és akkor jött a gondolat, hogy ilyen alkalmat nem szabad elszalasztani. Én szeretek szépen lakni, szeretném, hogy ennek megfeleljen. Nagyon jók az arányok, nem túl nagy, nem túl kicsi. A háznak a lelke jó, épületeknek lelkük van, és itt azáltal, hogy a Kontul és a feleségeit éltek, kellemes atmoszféra, kellemes az építészeti stílus, ilyen 30-as évek. Kérem szépen, 1968-ban elmentem Prágába, akkor volt az úgynevezett prágai tavasz. És akkor gondoltam, ha már ott vagyok, akkor eljövök Magyarországra is. Előtte főképp politikai okokból nem volt sok kedvem, ezt bevallom. Na most akkor idejöttem, és akkor ez egy ilyen... Nem volt... Nem nagyon lelkesedtem, de nem volt olyan szörnyű, mint ahogy gondoltam. És attól kezdve lassan jöttem, akkor jöttek ezek az elképzelések, hogy Magyarországon múzeumot csinálni a gyűjteményeimből. Tényleg van egy szenvedély oldala, ugye a szivarozásnak, mind a műgyűjtésnek, de ezek nem a legnagyobb szenvedélyeim. Azt hiszem az embernek, ezek világi dolgok, ezek szekunder szenvedélyek. Na most milyen alapon, amennyire én meg tudom ítélni a fontosság, a kvalitás, a jelentőség, mert tudnék, vannak művészi tárgyak, amiknek például Magyarországon nagyobb a jelentősége, mint másutt. Van nemzetközi jelentőség, van nemzeti jelentőség, fejlődés, stb. De amennyire tudok, próbálok tárgyilagos lenni. Hogyha sikerül végre szerezni egy olyan helyet, ahol létre lehet hozni a régóta áhított múzeumot, akkor ebben a múzeumban mikkel találkozhatunk? Kérem, úgy néz ki, hogy ha megy, az első múzeum épület nem lesz nagyon nagy, tehát biztos kell további múzeumok. Most az elsőben, ha Budapesten van, próbálok egy ilyen kirakatot létrehozni, ahol mondjuk mindenből van valami, és a legérdekesebb dolgok, de most valószínűleg képzőművészet jön elsősorban, főstisztat szobrászat, és minden egyéb gyűjtemények, fényképek is, irodalom is, pop tárgyak is, kelet-ázsia és minden, aznak ott nem lesz helye. Itten elsősorban képzőművészetnek lenne helye, és pedig magyar és külföldi. A külföldinek nagy jelentősége az, hogy olyan tárgyakon van szó, amelyeknek a megvétele Magyarország számára hosszú évtizedekig, ahogy én látom, nem lesz lehetséges anyagilag, és a magyaroknál nagyon jelentős, hogy nem csak magyarországi magyarok vannak, hanem azok a Magyarországon kívül élt volt magyarok, akiknek itt sosem volt művük, nem itt készítették, és nagyon kevés került ide. Én két könyvét olvastam László úrnak, az egyik az Út Auschwitz felé, a másik a Tóparti nyaralás. Én például Malvin néni figurájára emlékszem nagyon jól, aki világéletében tartózkodott attól, hogy vonatra szálljon, vonatra üljön. Végül egy szörnyű hosszú utazás a marhavagonban Auschwitzig vitte őt. Ez a Malvin néni, ez rokon volt? A Malvin néni az egyik nagynéném volt,
Tunika családban ugye voltak nagyon tehetséges emberek és elég bolond emberek. Azok többiek közeli rokonok voltak. És a egész kiváló nagybácsim, a Pécsi ügyvéd, akit a város eszének neveztek, annak volt három ilyen bolondos nővére, és az egyik volt a Malvin néni. És tényleg érdekes, amit maga mond, hogy amikor a elég kell kényelmetlen marha vagonban voltunk, mondhatom magának, és túl sokan voltak, és nem is volt kiválasztó társaság, és nem lehetett leülni, nem volt evés, nem volt levegő, nem volt semmi, vécé alig volt, szóval nem volt első osztályú hotel, és egyszer meglátom a Malvédét, és tényleg elkezdtem nevetni, és mondom anyának, hogy most ott áll, miután egész életében nem ült az első osztályba be, mert nem bírja a vonatot. Hát, igen. Tehát ha már az ember rossz helyzetben van, akkor a hubot meg kell őrizni, hogy az a legkevesebb. Igen, ez egészen sajátos módon színezi ezt a visszaemlékezést, majdnem minden szituációt és majdnem minden figurát. De talán ez még erőteljesebben a másik könyvben jelentkezik, a Tóparti nyaralásban, amely egy láger mindennapi életét egészen sajátos módon láttatja az olvasóval. Erről a könyvről például Szongi Lipótnak is kitűnő véleménye volt. Igen, nagy örömömre, mert te mondanom sem kell, hogy nagyon sokat adok és adtam az ő véleményére. Ez a könyv úgy mutatja be a láger életet, hogy közben nem önsajnáltató módon ábrázolja azt, aki átéli mindazt a borzalmat, amivel egy láger szolgálhat, és nem is ösztönöz bosszúállásra. Az nem is volt a cél, hogy bár a bosszú is egy emberi, a természeteknek felel, és nem mondom, hogy sosem volt bennem bosszúállási hajlam az első időkben, első hónapokban mondjuk így. Tehát a cél persze az, hogy ebben ne álljon bosszút, már csak azért sem, mert az ember többnyire nem a megfelelő embereken áll bosszút, hanem a pont a másokon. De nézd, a cél az volt, először is nem tudom, hogy szüksége van az emberiségnek az én könyveimben, de a cél az volt, hogy egy olyan világot megismertetni, ami sok embernek ismeretlen, ami azonban úgy látszik, az emberi természetben benne van. Ez nem véletlenül keletkeznek gulág vagy lágerek, ugye? Mindegyikünkben van egy SS, természetes. Persze nem mindenki válik azzá. De bennünk van, és természetes, hogy ezek a szerencsétlen SS-ek, ezek ilyen kis primitív emberek voltak, akiket bele is kényszerültek, most a kicsikről beszélek, nem a vezetőkről, és ezek nem is mit tudtak volna csinálni. És a foglyok, azok közt persze ott is sokfajta ember volt, és mindenki a hajlamai szerint viselkedett. Hozzá kell tennem, hogy a körülmények olyanok voltak, hogy mindenkiből a legrosszabbat hoztak ki, és nem a legjobbat. Vagy mondjuk inkább azt hoztak ki. Az első könyvet írtam, 45-ben érkeztem vissza, illetve Svájcba, és azt mondom, hogy 50-52 tájban kezdtem ezt megírni. Persze az is volt az elgond, akkor én nem tudtam, hogy sok ezer könyvet fognak erről írni, gondoltam, ez egy ilyen tanúvallomás, tanúságtétel is. Ez volt a könyv első része, ehhez írtam 30 évvel később egy kommentárt, egy beszélgetés, ahol kommentálom 30 évvel később az akkori eseményeket. És ezek után írtam még talán 10 év ezelőtt ennek az előzményeit, tudjuk a gyerekkoromat is, és ami a deportáláshoz vezet. Az egész könyv rendkívül drámai, de a nagy drámai fordulatok közt van egy különösképpen jól megírt rész. Arra gondolok, hogy a hullaházban magukkal tehetetlen betegek, sőt hullák közt a szerelmétől búcsúzik László úr. Ez tudnélik igaz. Az úgy hangzik, mintha egy író kitalálta volna, nem? De ez tényleg így volt, és egy nagyon nagy ellentét. Tehát a minden irodalomban, minden művészetben a feszültséget keresi az ember. És itt született egy olyan feszültség, a hörgő emberek közt a búcsúzás, ugye, persze. Azt is nyilatkozta László úr, hogy a túlélő mosolya az egészen más
mint hajdan volt. Nézze, azt hiszem Nietzsche írta, hogy aki egy mély kútba belenéz, abba a kút visszanéz. Hát persze, hogy aki bizonyos dolgokat megél, de ez vonatkozik nagyon sok ember, akik a gulákban voltak is, és más országokban, azok más emberekké válnak. Milyen útra valóval látta el László Károlyt Pécs? Hát minden útra való onnan jön, onnan származom, Pécs, illetve Baranya, összes őseim baranyai falvakból jönnek, ez nagyon érdekes, számomra nagyon fontos, hogy faluhol jövünk, én nem vagyok urbánus, kérem, és aztán beköltöztek Pécsre, ott volt a családom, a szüleim elsősorban, ott nevelkedtem a cisztercitáknál, minden onnan jön, és amennyire én tudom, és ezt mondják mások is, az egész élet az első év, egy-két évtizedben, de talán még előbb megrögződik. Az ember később csak továbbfejlődik, de a kialakulás az talán 15-16-18 évig, éves korig történik, gondolom. De persze a klíma, de nézzel, valószínűleg ez úgy így van minden emberrel, hát valószínűleg aki Dakotából jön, az ott van, mint az ő eredete. Hát nekem Baranya és Pécs. Miért tiltakozik olyan fölháborodottan akkor, amikor azt mondják önről, hogy magyar származású? Hát mert én magyar vagyok, és nem magyar származású. Ez nem olyan szörnyű, hogy magyar származású, de ez olyanra vonatkozik, akinek mondjuk a szülei magyarok voltak, és ő külföldön nevelkedett. Én magyar vagyok, ugye a televedés magyar, és nem magyar származású, és a Wigner és a nem tudom kicsoda. A Bartók akkor is magyar volt, amikor Amerikában én nem, és nem magyar származású. Ezért. Ez a sűrű hazalátogatás, Magyarországra való visszatérés, ez ennek a mozgató rugója mi lehet? Mit tudom én? Ez nem olyan egyszerű, tudja? Az ember nem ismeri önmagát, ezt csak gondolják az emberek. Ez egy tény, hogy jövök, és ez bizonyítja, hogy valami oka van. Hát, de mondjuk úgy, hogy nem nosztalgiából jövök, mert nem, nekem nem az a célom, hogy a múltba beletemetkezzek, engem a primér mindig a jövő érdekel. És én azt mondom, hogy Magyarország nem annyira egy kellemes élmény, mint egy feladat. Magyarországot feladatnak tartom, itt nagyon sok, a sok jó dolog mellett szörnyű dolgokat is látok, ami nem csoda a 40 év tapasztalatok után, de mondjuk én nem, az ember a Rivierára nyaralni, de ide nem csak nyaralni jövök, hanem hát feladatokat látok, és elsősorban a nevelés problémáját látom. Ezért alapítottam, nem másokkal együtt alapítottunk egy ilyen cisztercita szövetséget a rend támogatására. Tudja, hogy a rend sajnos be volt tiltva hosszú ideig, úgyhogy majdnem kihalt, hát már csak egész öreg szerzetesek élnek, most új novíciusok kellenek, és pénz kell, és minden kell. Szóval rengeteg feladat van itt, és a temetők el vannak hanyagolva, ami megint nem nosztalgia, hanem a temető az élethez tartozik, az nem az, hogy milyen hangulatos. És minden, az egyik legnagyobb probléma, szerintem legnagyobb feladat a magyar nyelv, ami egy szörnyű állapotban van, amennyire én megtudom, pláne Budapesten, és a médiákban. És ebben volt az én politikailag nem nagyon jó hírű nagynénimnek azonban nagy szerepe, a Pécsi Blankának, aki ebben egyszer életében valami nagyon jót tett, ugye? Amikor a magyar nyelvnek szentelt az életét a végén, sajnos a hatás nem elég nagy. Lőrinces a szem meghalt, ugye? És ez a mozgalom, ezt megint életbe kellene hozni. Egyik legnagyobb feladat Magyarországon véleményem szerint a magyar nyelv megmentése, mert a másik feladat, ami engem gyerekkorom óta érdekel, a magyar népművészet megmentése, az már nem megy. Azt nem lehet még egyszer életbe
hozni, mert akkor egy mesterséges valami lenne. Azt gyűjteni kell és ápolni. Szóval sok a feladat, és egy kis részt hajlandó vagyok elvállalni. Szívesen mondja saját magáról, hogy kötéltáncos vagyok. Ezt hogy kell érteni? Hát kérem, csak úgy, ne higgy azt, hogy én fölmennék menni egy kötélre. Azonnal lezvanok. Nem, abban áll a kötéltáncosság részemről, hogy én mindig előre mentem, nem néztem soha lefelé, és nem néztem visszafelé. Hát csak előre, és ez, persze ez úgynevezett optimizmus kell. Hát nekem az a szerencsém a sorstól, a szüleimtől, a genetikától, nagyon sok derűt kaptam, így nagyon kellemes gyerekkorom volt, nekem életemben majdnem mindig nagyon jól ment, majdnem szégyellem mondani. Még Auschwitzban se volt olyan szörnyű lelkileg, testileg az ember majdnem meghalt, de életemben nagyon keveset szenvedtem. Remélem, hogy ez még nem áll előttem. De ez azért hálásnak kell lenni, és próbálni valamit visszaadni. Miért valhatja László Károly azt nagyon büszkén, hogy Szondi Lipót tanítvány vagyok? Én pszichoanalízissel foglalkoztam, és én egy ortodox marx, dehogy marxista, freudista vagyok, látja? Na most, ez az egész más. És a Freud iskolában nevelkedtem, és akkor hallottam Szondiról. És megtudtam, hogy Zürichben él. És nagyon érdekelt ez engem. Szondi nincs a Freud tanításával ellentétben, de azért valami más, egy kibővítés akarja. És fölkerestem, illetve akkor a nővérem nekem lehetővé tette anyagilag, aki Svájcban élt, hogy én nála, mint diák, tanulhassak. Ez volt életem egyik legszerencsésebb véletlenje, ha véletlen. Ez mennyi időn keresztül tartott? Ez volt 2 vagy 3 évig. A Kapu egy mellékletét olvastam, amelyben 25 évvel később találkozik László Károly, az egykori tanítvány, mesterével, Szondi Lipóttal, és egy nagyon feszült, de nagyon emberi viszonyt tükröző beszélgetésben tájékozódnak egymás útja, sorsa felől. Ez a 25 év múlva történő találkozás, ez milyen hatással volt akár Szondi Lipótra, akár önre, László úr? Hát Szondina azt tudom, amit ő mond. Igen. Én nálam egy rendkívül élmény volt, mert én nem tudtam, hogy Szondi majdnem olyan, mint az Isten, hogy mindent megbocsájt. Ő nem emlékezett semmi negatívumra, pedig hát volt köztünk bizonyos feszültség, nem abszolút feszültség, de voltak kis eltérések a tant illetőleg, tehát ez abszolút nem vette nekünk zokon, és hát egy nagyon-nagyon jelentős személyiség volt. Sokan irigylik önt azokért az ismerettségekért, amelyek bizonyos kiválóságokhoz fűzték az ön személyét. Kikkel találkozott eddig, akiket a világ úgy fölkapott embereknek tart? Oké, mert először is nem kell engem irigyelni, mert ezeket a kapcsolatokat mindenki megtalálja. Én bejelentkeztem a Dalai Lámánál, és azonnal fogadott, persze, hogy nem tudta, hogy én ki vagyok, de ez nem számít, más is elmert a Dalai Lámához. És a hírességek általában sokkal kevésbé idegenkednek az ismeretlen embertől, az ismeret az idegentől. A Salvador Dali házába mindenki bemehetett. Ott ültek mindig 20 hippi, és nem olyan probléma ez. Most én Dalit nem ismertem, hozzá kell tennem, de kit ismertem, híres ember? Hát ugye egy nagyon jelentős ember egyáltalán kevés van a világon, egy korban. De hát most mondtam a Dalai Lámát, hát ismerem, hát voltam nála. Boroszt ismerem, az írót, Szondit föltétlen a jelentős emberekhez, a Kassákot a jelentős emberekhez venném. Ezek juttak eszembe, Szondi, Borosz, Kassák. Nem olyan sok van. Nagyon érdekesen a pszichoanalitikailag, hogy ki nem jut ezt most eszembe. Pécsről sok helyre eljutott László Károly. Nepál, India, Burma. Ott megismerkedett a buddhizmussal. Egy kolostor
életét nagyon szellemesen és érdekesen, és nagyon bátran ahhoz hasonlította, hogy ott beteljesedett a kommunizmus. Ez csak ott. És csak ott. Nem ott, csak ott. Ezért én mindig, ha beszélnek kommunizmusról, el kell választani a marxizmustól. A kommunizmus, mint gondolat, megvalósult a buddhista és katolikus kolostorokba, azelőtt keresztény kolostorokba, ami annyit jelent, hogy nincs magántulajdon. Ez úgy látszik, kisebb egységekben működik, és még inkább úgy látszik, hogy országokba nem megy. Egész társadalom nem, és nincs is értelme. A szabad kereskedelem azt tartja életben a gazdaság életet, de igenis van egy létjogosultsága egy ilyen szellemi, vallásos kommunizmusnak, ami nem marxizmus. Én nem vagyok buddhista, én nem tartom helyesnek idegen kultúrákba és vallásokba menekülni, szektákba, stb. Úgy is emlegetik László urat, mint lap tulajdonost, lap alapítót. Milyen képzőművészettel foglalkozó lapokat alapított László Károly? Hát én alapítottam egy könyvkiadó vállalatot, és volt két folyóiratom, ezek világismeretlen folyóiratok, és ez egy ilyen úgynevezett avantgárd folyóirat volt. Én azt tettem bele, amit fontosnak tartottam, nem nagyon vették meg, de ha elajándékoztam, akkor ezt elolvasták. És kiadtam könyveket, amik nagyon, azt hiszem, fontos könyvek voltak. Én adtam ki az első könyvet nyugaton Kassák Lajosról például, vagy mint képzőművész főként, akit itten még megemlíteni se szabadok, mint képzőművész, ugye? És másokat. Ez egy nagyon érdekes szórakozás volt, csak a pénzügyileg nem nagyon ment. És akkor ezért kezdtem én el a műkereskedelmet, hogy kifizessem a nyomdást, ugye? Mik voltak a lapok elnevezései? Hogy az elsőnek Panderma volt a neve, ez mit kitalált név, nem jelent tulajdonképpen semmit, van egy ilyen szőnyeg. Én azt hittem, nem tudok görögül, én azt hittem, ez azt jelenti, hogy amit mindent megérint, az Pandermata lenne. Nekünk csak latin volt az iskolában, mi Reál Gimnázium voltunk. A második volt a Radar, hát annak már az értelmét meg lehet érteni, és én nagyon jól szórakoztam. Ismerik ezt a kifejezést, hogy elkraholt egzisztencia? Hát én az vagyok, én nekiképpen soha igazából semmit nem fejeztem be. Elkezdtem az orvosi tudomány egyetemet, akkor két szigorlat, akkor pszichológia, akkor azt abbahagytam, akkor lettem kiadó, akkor lettem, írtam könyveket, akkor írtam színdarabokat, akkor volt színtársatok. Szóval az életem objektívan egy hatalmas kudarc, szubjektívan remekül ment minden. De aki a polgári ember megnézi, az egy hatalmas kudarc. Semmi soha nem működött igazán. Se doktor nem vagyok, se semmi nem vagyok. Én csak azt szeretném mondani alapvetően, ugye, hogyha már rólam beszélünk, hogy ami a legkevésbé érdekes számomra az életemben az én vagyok. Az a legkevésbé érdekes. Szóval ez nem olyan fontos, hogy a ház az fontosabb már, mint én. Majd valamit meggondolok. Nem tudom. Nincs, ez még nincs, ebben még nincs elgondolás. Talán a múzeumokkal kapcsolatban valamit, az egyház, nem tudom. Nem tudom. Nincs... Én... Nem tudom, ezt valaki már mondta, nem én találtam ki, hogy az út a fontos, és nem a cél. Én az utat keresem mindig, és az úgyis a célhoz vezet. Én nagyon keveset gondolkozom célban. Most megindult egy út, és majd kialakul. Az embernek a sorsában, a genetikájában benne van egy út, ugye? Talán azt kell próbálni, hogy az ember ne becsülje túl magát, ne értékelje magát túl, és azt a kis tehetséget, amilyen van, azt fejleszte ki. Én azért foglalkozom művészettel, mert én nem tudom a képeket megfüsteni. Megvenni tudom, és összegyűjteni. Hát ezt kell csinálnom. Most van egy csomó ember, aki azt csinál, amit nem tud. Ezek a tragédiák.